Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják hétfőn este 19 órakor. Nézzük a mai nap legfontosabb híreit röviden. Folyamatosan érkeznek a kecskeméti szeméttelepre a sárga fedelű szelektív szemetes kukák. Vasárnap vette kezdetét a harmadik körös oltás a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban. Őrizetbe került a kecskeméti késelő. Folyamatosan érkeznek a kecskeméti szeméttelepre az első sárga fedelű szelektív szemetes kukák. A jövőben ezekbe kell majd elhelyezni a szelektív hulladékot, és egyben megszűnik a sárga zsákos rendszer. A zsákos rendszer helyett ősztől a sárga fedelű kukákba kell majd gyűjteni a szelektív hulladékot. Mindez megold majd számos olyan problémát, ami az elmúlt időszakban jelentkezett, mint például, hogy csak egy szelektív zsákot kaptak az ingatlan tulajdonosok, ráadásul ezeket gyakran elhordta a szél. De az is előfordult, hogy a sárga zacskókat ellopták, sőt árulták. Az új típusú hulladékgyűjtők folyamatosan érkeznek Kecskemétre. A térségbe összesen 200 ezer kuka érkezik, ebből a megyeszékhelyen körülbelül 26 ezer szemétgyűjtőt osztanak majd szét. Így szeptemberben biztosan megkezdődhet a kiosztásuk. Ezekben kell majd gyűjteni a műanyagot, papírt és fémhulladékot. Ez egy állandó fejlődés, tehát amikor elkezdtük, akkor azért még nem volt olyan tiszta a szelektíven gyűjtött hulladék, sok minden egyéb hulladék is belekerült. Természetesen ezt meg kell tanulni, tehát ez részünkről, választópolgárok, állampolgárok részéről is egy odafigyelést igényel a hulladékgazdálkodás, de a 21. század egyik legnagyobb problémája a hulladék, hogyha ehhez nem növünk föl mi önkormányzat és mi lakosság is, akkor ezt a problémát nem tudjuk megoldani. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester hozzátette, a szemétszállítás módjának átalakítása itt nem ér véget. Jövőre már barna fedelű kukákat is kapnak az ingatlan tulajdonosok, amiben a zöld hulladékot kell majd elhelyezni. A társasházak számára nagyobb méretű szelektív konténereket osztanak majd ki, azoknak sem kell majd aggódni, akik számára kicsinek bizonyulnak majd az új kukák, hiszen az ezek mellett elhelyezett szelektív szemetet tartalmazó zacskókat is elszállítják majd. Mindenki vigye magával az orvostól kapott oltást igazoló papírját. Erre hívja fel a figyelmet dr. Patyi Márta, a Bács-Kiskun megyei oktatókórház kórházhigiénikus főorvosa a harmadik vakcina felvétele kapcsán. A mai napon 170-en foglaltak időpontot az újabb körös immunizálásra. Nem feszít, nem feszít. Ne engedje az, ne is lazasán. Vasárnap vette kezdetét a harmadik körös oltás a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban. Ezt a vakcinát azoknak ajánlják, akik 60 év felettiek, vagy akik krónikus és súlyos alapbetegségekkel küzdenek. A kórház felhívja a figyelmet arra, hogy milyen dokumentumokkal érkezzenek a páciensek az oltópontokra. Nagyon fontos, hogy a személyazonosító okmányaik náluk legyenek, személyigazolványra gondolok, lakcímkártyára és tajszámra. Emellett annak elbírálására, hogy a harmadik oltást megkaphatják-e, illetve hogy milyen típusú oltásban részesülhetnek, nagyon fontos, hogy náluk legyen az oltási igazolásuk, ami tartalmazza az első és a második oltások időpontját, illetve az oltóanyag megnevezését. Ez azért is fontos, mert csak azok vehetik fel a harmadik vakcinát, akiknek a második oltás után eltelt 4 hónap. Mindemellett az orvos így tudja megállapítani, hogy milyen oltóanyagot javasol az újabb körben. Ráadásul az oltást igazoló papír a folyamat gördülékenységét is elősegíti. Az oltópontokra 5 percenként vannak előjegyezve az oltakozásra jelentkezők, hogyha nekünk még ki kell keresni az EESZT rendszerből a második oltásnak az időpontját, akkor egyrészt két helyen kell sorba állniuk maguknak az oltásra jelentkezőknek, másrészt ez ugye plusz idő és plusz ember, amire egyelőre sajnos nem vagyunk felkészülve. Én úgy gondolom, mindenkinek sokkal egyszerűbb, ha magával hozza az oltási igazolását. A vasárnap kezdődő harmadik körös oltásra eddig 340-en foglaltak időpontot, de továbbra is zajlanak az első és a második körös immunizálások is. Már őrizetben van az a 24 éves férfi, aki két embert is megkéselt Kecskeméten a Petőfi Sándor utcai dohánybolt előtt. Az elkövetőt a térfigyelő kamerák segítségével beazonosították rövid idő alatt, ami jelentősen megkönnyítette az elfogást.
A Petőfi Sándor utcán és Kőhíd utca sarkán lakók és közlekedők vasárnap késő délután dulakodásra és kiabálásra lehettek figyelmesek. Ezt követően rövid időn belül ellepték a területet a rendőrök. Ahogyan az a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatójából kiderült, állampolgári bejelentés érkezett a rendőrségre 17 óra 30 perc körül, miszerint az egyik dohánybolt előtt dulakodni kezdett két fiatal, melynek hevében az egyik kést rántott és nyakon szúrta a másikat. A sérültet és segítségére siető édesapját a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították. Kollégáim nagy erőkkel kezdték meg a késelőnek a keresését, ugyanis a térfigyelő kamerák felvételei alapján aránylag rövid időn belül beazonosították, hogy ki lehet a támadó. A megyei főkapitányság munkatársai, valamint a Kecskeméti rendőrkapitányság munkatársai az otthonának a közelében közös erővel fogták el a késelőt, akit testi sértés miatt őrizetbe vettek. A gyanúsított feltételezett lakóhelyének környékét szemtanúk beszámolója alapján teljes ellenőrzés alá vonták a rendőrök, a fiatal férfit alig 3 óra elteltével már el is fogták. A 24 éves kecskeméti fiatalt őrizetbe vették, az eset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják. Átadták a Neumann János Egyetem és a Bajcz Zoltán alkalmazott kutatási közhasznú non-profit Kft. Által közösen megvalósított diódalézer központot kedden délelőtt. A Kecskeméti Egyetem területén mintegy 518 millió forint GINOP-os támogatásból megépült lézercentrum hiánypótló kutatóhelyként szolgál majd. Emellett az egyetemen zajló magas színvonalú oktatásnak is fontos terepe lesz. A legkorszerűbb lézertechnológia vált elérhetővé Kecskeméten a Neumann János Egyetem GANF karán. Megépült az a dióda lézerközpont, amelyre 2017-ben sikeresen pályázott az egyetem és konzorciumi partnere a Bajcz Zoltán alkalmazott kutatási közhasznú non-profit Kft. A kedden délelőtt átadott centrum a hallgatók szakmai fejlődését segíti, emellett hiánypótló kutatóhelyként is szolgál. Neumann János Egyetemen a graduális képzésben jelenleg szabadon választható tárgyként tudunk egy ipari lézersugaras technológiák című tantárgyat felkínálni a hallgatóink részére, ahol megismerkedhetnek a lézernek a minden tulajdonságával és hogy mit lehet a lézerekkel csinálni. Ez egy nagyon jó érdeklődést felkeltő tantárgy. Nagyon sok hallgató meglátja a lehetőséget már itt a lézerekben, és eljön hozzánk, és azt mondja, hogy ő ennél többet szeretné és többet akar. Azok a hallgatók, akik el szeretnének mélyedni a tudományterületben, segítséget kaphatnak TDK dolgozataik vagy diplomamunkáik megírásához, eljöhetnek nyári gyakorlatra a lézerközpontba, mondta a rektor helyettes. Megtetszik neki ez a terület, és nekünk is van lehetőségünk arra, hogy vegyünk fel új munkatársakat, akkor szívesen látjuk itt a laboratóriumban munkatársként. Ugye erre nagyon jó példa itt az egyik fiatal kollega, a Juhász Gergely kollega, aki itt végzett a Kecskeméti Egyetemen, és utána nálunk helyezkedett el, és itt a laboratóriumban dolgozik, ő itt gyakorlatilag a helyi laborvezető. A Neumann János Egyetemmel már több évtizede jó kapcsolatot ápoló Bajcz Zoltán Kft. Számára a kutatói utánpótlás mellett más szempontból is fontos a kecskeméti beruházás. Bajcz Zoltán Kutatóközpontban több mint 25 éves múltra tekint vissza az ipari lézertechnológiai kutatásfejlesztési tevékenység, és mivel a pesti lézerlaborunk berendezései már elavultak, ezért szükségünk volt arra, hogy ezeket a kutatásokat korszerű berendezésekkel tudjuk folytatni, és erre adott nagyon jó lehetőséget ez a projekt. Az új laboratórium további együttműködéseket helyez kilátásba az egyetem számára. Elsődlegesen a beszállító kis- és középvállalkozások kaphatnak komoly segítséget innovációs képességük javításához. Mögéjük tudjuk tenni azt a szakmai lézersugaras támogatást, amivel utána belátják ők is, mind az alaptudást megadjuk, mind mögé rakjuk a rendszertechnikát, amivel a saját gyártásukat, a saját termékminőségüket tudják javítani. Kecskemét már így is járműipari, ipari központ Magyarországon belül, amely folyamatosan fejlődik, fogalmazott az ünnepségen Gál József. A városi előjárók heti szinten újabb befektetőkkel, befektetőjelöltekkel találkoznak a világ minden részéről, akik a térségben képzelik el magyarországi gyáraik megépítését, tudatta az alpolgármester. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan plusz lehetőség, ami ezt a folyamatot tovább tudja erősíteni, amit a városi vezetés is zászlajára tűzött ki, hogy az ipar további fejlődését támogatjuk,
de még inkább kiemelten szeretnénk támogatni azokat a innovációs kutatásfejlesztési célú befektetéseket, amelyek hozzáadott értéket, nagyobb hozzáadott értéket biztosítanak, és ez pontosan ebbe a folyamatba illik. Az alpolgármester hangsúlyozta, örvendetes, hogy a Neumann János Egyetem egyre népszerűbb a felvételizők körében. Ez azt jelzi, hogy az a oktatási, kutatási potenciál, ami itt van, és azok a tudások, amit tanítanak a Ganfkaron, ezek piacképesek, erre szükség van, és amit ma is elhangzott, hogy a kiválóság, mint cél, az egy elsődleges prioritás. Tehát én azt gondolom, hogy ebbe az irányba kell tovább menni. Idén az országos átlagot meghaladóan 13%-kal nőtt a jelentkezések száma a Kecskeméti Egyetemre. A Ganfkarra pedig ebben az évben 35%-kal jelentkeztek többen. Semmi nem gátolhatta meg Kecskeméten, hogy méltóképpen elbúcsúztathassák a 2020-21-es tanévet a diákok. Idén egy egész napos városi diákvetélkedő ponthatárváró buli várta a fiatalokat a Benkó Zoltán Szabadidő Központban július 22-én. A Kecskeméti Önkormányzat High Kecskemét csoportja a Neumann János Egyetemmel szorosan együttműködve vadonatúj helyszínre a Don Beach köré szervezte az egészen éjfélig tartó programot. Szórakozással és sok izgalommal telt a ponthatárváró buli a Don Beach-en július 22-én. Egész délután programok várták a diákokat. 10 különböző sportággal készültek a szervezők, lehetett sárkányhajózni, vagy éppen strandröplabdázni, de például wakeboard bemutatókat is meg lehetett tekinteni. Mindemellett neki lehetett veselkedni a rendőrség teljesítmény próbájának is. Már 2 éve, hogy el kellett halasztanunk a tanévzáró fesztivált, ami egy rendhagyó fesztivál itt nálunk Kecskeméten, de mindenféleképpen szerettük volna a fiatalokat kárpótolni az elmúlt 1,5 év felfordulásáért, és arra gondoltuk, hogy ez a ponthatárváró buli, illetve ennek a napja egy nagyon jó apropó lesz összehozni a fiatalokat, és hát úgy tűnik, hogy az elvárásunk teljesült, vagy úgy lett, ahogy szerettük volna. A Neumann János Egyetem szervező csapata is együtt izgult a fiatalokkal. A helyszínen találkoztunk dr. Fülöp Tamás rektorral, aki elmondta, hogy idén 60%-kal többen jelentkeztek a kecskeméti intézménybe. Egyre népszerűbbé válnak a mesterképzési szakjaink. Itt gondolhatunk például a gazdaságtudományi kar MBA képzésére, és gondolhatunk természetesen a GANF műszaki informatikai kar gépészmérnök mesterképzésére, és ebben az évben előfordult először az, hogy nekünk létszámbővítést, az állami támogatott hallgatói létszámbővítését kellett kezdeményeznünk a irányító hatóságnál. A következő tanévben végül 841 elsős kezdheti meg tanulmányait a Neumann János Egyetemen. Emlékezz rám! Én mondom meg a felvételi pontodat. Na figyelj, mindjárt keresem. 20 órakor óriás kivetítőn követhették a fiatalok, hogyan alakultak a ponthatárok. Érezhető volt a feszültség, majd az öröm és a megkönnyebbülés a strandon. Nagyon boldog vagyok, a Szent István Egyetemre jelentkeztem agrármérnökire, szerencsére föl is vettek, a ponthatár nem volt olyan magas, szerencsére eléggé túlléptem, 154 ponttal. Ide Kecskemétre, Neumann János Egyetemre, gazdálkodás és menedzsment szakon. Nem tudom elmondani, mi történt velem, még nagyon örülök, én ezért dolgoztam 4 évig, és fogalmam sincs igazából. Köszönöm szépen mindenkinek. Felvettek egyetemre. Az izgalmakat az éjfélig tartó buliban vezethették le a fiatalok. Az este sztárvendége a Hősök csapata volt, de neves DJ-kből sem volt hiány. DJ Kincses után Malvó pörgette a lemezeket. A hagyományosan minden évben megrendezett Kecskemétváros bora címért idén 6 termelő 21 mintája indult a megmérettetésen. A múlt csütörtöki rendezvény, mely a Matthiasz János borrend szervezésében valósult meg, céljának tekinti, hogy visszaadja az alföldi borok régi rangját. A verseny eredményét augusztus végén hirdetik ki.
A kettes számú borunk. Csütörtök délelőtt a borász szakma neves képviselői keresték az időtálló ízeket a Katonatelepi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetben. A hagyományosan minden évben megrendezett Kecskemétváros bora címért idén 6 termelő 21 mintája indult a megmérettetésen. A Matyász János borrend rendezvényének kiemelt célja, hogy visszaadja az alföldi borok régi rangját, és hogy a város borászati értékei is bemutatkozhassanak. A meghívásos borversenyen két zsűri verbuválódott, hogy kiválassza ebben az évben is Kecskemét városborát. Az egyik a szakma rangos képviselőiből álló pontozóbizottság, a másik pedig az úgynevezett társadalmi zsűri volt, ők nem pontoztak, hanem kóstoltak és értékeltek. Szeberényi Gyula Tamás, Gály József alpolgármesterek, valamint Fekete Gábor önkormányzati képviselő a város képviseletében a szakmai zsűriben foglaltak helyet. Bevezetőjében Szeberényi Gyula Tamás elmondta, a rendezvénynek köszönhetően jobban tudjuk értékelni a borászokat, akik azzal törődnek, hogy itt Kecskeméten és a város környékén minőségi legyen a bor. A választásnál fontos szempont az illat, sav, megjelenés, harmónia, valamint egyéb szakmai szempontok mellett, hogy a bor hungarikum jellegű legyen. Előre láthatólag augusztus 27-én lesz az eredményhirdetés, akkor tudhatjuk meg, melyik bor nyerte el idén a megtisztelő Kecskemétváros bora címet. Újabb évadért véget a jövőre 125 éves születésnapját ünneplő Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban. Az év eredményeiről és a reményekről Csekke Péter direktor és a tagozatok vezetői beszéltek pénteken a Nagyszínházban összegyűlt társulatnak. Csekke Péter igazgató köszöntötte a társulat tagjait pénteken a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház hagyományos évadzáró társulati ülésén. A rendezvényen a 2020-21-es évadban történteket foglalta össze a direktor. Az áttekintés mellett bemutatta a terveket is, aminek főpontja a színház 3 évadon át tartó felújítása, mely ideiglenes költözésekkel jár. A társulati üléseken hagyományosan virágcsokorral köszöntik a születésnaposokat. Idén Mészár Zsuzsa is kapott virágot, akik 2001 óta titkárságvezetőként dolgozott a színházban, most pedig nyugdíjba vonul. Csekke Péter kiemelte, nem szakad meg a munkakapcsolat, Zsuzsa otthonról segíti a pályázatok kezelését. Megemlékeztek egy tragédiáról is, mely beárnyékolta a teátrum egyébként sem felhőtlen évadát. Látó Richardról, a színház kitüntetett karmesteréről a társulat egy perc néma gyásszal emlékezett meg. Az évadot a tagozatok vezetői is értékelték. Barta Dóra, a Kecskemét City Ballet művészeti vezetője a Táncszínház 8. évadáról kiemelte a Pécsi Fesztivált, ahonnan pozitív visszajelzések érkeztek. Károly Kati, a színház zenei vezetője egy kommandós kiképzéshez hasonlította tagozatának elmúlt évadát, ahol olyan mennyiségű darabban dolgoztak, ami mentálisan, fizikálisan is megterhelő volt. Bemutatkozott a társulatnak Sipos Imre, aki augusztus 1-től a prózai tagozat vezetője lesz. Szente Vajk főrendező fontosnak tartja, hogy az új évadban a közönségnek fellélegzésre és ezzel együtt tartalmas szórakozásra van szüksége. Az ülés végén két díjat adtak át, az évad embere Varga Katalin lett a társulat döntése alapján, új zenei díjat alapítottak, ez a Látó Ricsi díj, melyet Károly Kati vehetett át. Megtartották a Kecskemét Oscar gálájaként emlegetett Együtt a művészetért gálát pénteken este a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban. A pandémia miatt ezúttal nem volt közönségszavazás, szakmai díjakat adták át a művészeknek 9 kategóriában. Újra élőben, vidám gálaműsor kíséretében adták át az évad legjobbjainak járó díjakat a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban pénteken este. A járvány miatt idén nem volt közönségszavazás, ezért szakmai díjakat vehettek át a művészek 9 kategóriában. Az idei díjátadó műsorát Szente Vajk rendezte, és a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház egész társulata szerepelt benne. Természetesen a gála mellett maga a díj is mindig különleges. Idén az emlékképet Lőrinc Luca keramikus művész készítette. A legjobb női epizodista Hajdú Melinda lett, a legjobb férfi epizodista pedig Ferenc Bálint. A zenei tagozat idei díjazottja Madarász Éva. A legjobb női táncművész Varga Lotti, a legjobb férfi táncművész pedig Raj Martin lett. A legjobb kis színházi előadás díját a Férjek és feleségek című darab kapta. A legjobb színésznő 2021-ben Merc Fruzsina, a legjobb férfi színész pedig Ort Péter. A legjobb előadásnak a Légy jó, mint halálig ott választotta a szakmai zsűri.
A színház saját díját, Alata Bár díjat is ezen az estén adta át Cseke Péter igazgató, a díj boldog tulajdonosa Szemenyei János. Feltehetően villámcsapás miatt égett le teljesen egy 500 négyzetméteres istálló épület Tiszaalpár külterületén. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók 3 vízsugárral akadályozták meg az üres épület tüzének tovább terjedését. A munkálatok közben az istálló beomlott. A helyszínre a mentők és egy mentőhelikopter is kiérkezett. A gazdálkodáshoz szükséges szinte minden eszközét elveszítette egy tiszaalpári család, akiknek villám csapott az istállójukba szombat délelőtt. A kiérkező tűzoltók már csak kontrollálni tudták a tüzet, ami olyan erőteljes volt, hogy még az alumínium kannák is elolvadtak az épületben. A vihar miatt kialakult tűz a fejőgépeket és az összes állattartáshoz szükséges eszközt megsemmisítette, mondta el a helyszínen Kecsőné Egyenes Andrea, aki hozzátette, először ő észlelte a tüzet, de nem is gondolta, hogy ekkora a baj. A vihar közben több villámcsapást észlelt, ezért indult az istálló felé, hogy ellenőrizze, minden rendben van-e. Ekkor látta, hogy az épület teteje egy helyen füstöl, ekkor még csak körülbelül egy négyzetméteren lehetett érzékelni a tüzet. A tetőszerkezet annak ellenére lángra kapott, hogy az épületen volt szabályos villámhárító. A tűz gyorsan terjedt, még a téglafalak is megrepedtek a hőtől, így gyakorlatilag a földig rombolta az épületet. A gazdák csak a jószágokat tudták megmenteni. Sajnos a berendezéseink benn maradtak, a fejőgépünk, a fejőskannáink, minden benne maradt. Tényleg minden, vasvillától kezdve minden, lovashámok, minden, amit csak el lehet képzelni. Andreáék egy kisebb épületet minimum 10 millió forintos anyagáron tudnának újjáépíteni, amire jelenleg nincs keretük. A teheneket így jelen pillanatban a szabad ég alatt tartják és a szabadban fejik. Ősztől ez már komoly gondot okoz majd. Az eset lelkileg is megviselte a családot. A kisgyermekem az tegnapi nap folyamán ugyebár elvitték anyósomék magukhoz, és mondjuk óránként hívott fel, hogy anya, ugye minden rendben van veled, ugye már nem ég a hodály, meg ilyenek, úgyhogy hát ez biztos neki nagyon-nagyon nagy trauma volt. A család már kapott felajánlásokat, így volt, aki segített a romokat eltakarítani, és ideiglenesen egy fejőgépet is kaptak. Azonban minden segítségnek örülnek, hiszen egy egész életet kell újjáépíteniük, szinte a semmiből kezdve ismét. Közel 500 baba, mama, apuka vett részt a Szoptatás Világnapja rendezvényen a Benkó Zoltán Szabadidő Központban múlt pénteken. A kecskeméti védőnők azokat az édesanyákat várták színes programokkal és meglepetésekkel, akik legalább 6 hónapig anyatejjel táplálták gyermeküket, ezzel ugyanis egy életre szóló ajándékkal gazdagítják őket. Mamin Baba táncbemutató, szoptatással, hordozással kapcsolatos kiállítások, játszóház, ugrálóvár és érdekesebb előadások várták a családokat az eseményen. A szervezők nevében Szabóné Kis Éva védőnő köszöntötte a résztvevőket, majd Szeberényi Gyula Tamás szólt az anyukákhoz, apukákhoz. Az alpolgármester kiemelte, a szoptatás védelme közös felelősségünk. Házastársak, családtagok, barátok, orvosok és védőnők, tulajdonképpen mindenkit felelősség terhel, hogy minél több kisbaba részesülhessen az anyatejben, ami nem más, mint egy természetes csodaszer. A Ciróka Bábszínház Kukucs című előadásával ajándékozta meg a kicsiket, végül minden édesanyának meglepetéssel kedveskedtek a szervezők. Megkapták az Anyának lenni és nem görcsölni című kiadványt, egy hűtőmágnest és a Ciróka ráadás ajándékát, ingyen jegyet egy előadásukra. Elsősorban az operett kedvelői gyűltek össze július 22-én este a Széchenyi városban. Itt tartották ugyanis a Köztéri Melódiák előadás sorozat első rendezvényét. A Kristálytéren kell egy kis hadszáré címmel csendültek fel népszerű operett dallamok a Sarti Szabó Andrea és Hoffmann Richard vendégművészek előadásában. A szervező Gyerkőcök Közhasznú Alapítvány 8 alkalommal álló rendezvénysorozatának célja a helyi zenei és kulturális hagyományok népszerűsítése és ápolása. Enkert Jakabné alpolgármester nyitó gondolataiban úgy fogalmazott, hogy a járvány után újra életet kell vinni a közterekre. A jól ismert operett slágerek között a művészek interaktív játékokba is bevonták a közönséget. Mint a rendezvényen elhangzott, az előadás sorozat következő helyszíne a Lánchíd utca környékén lesz majd. Emléktáblát avatotta a Karol Wojtyla Barátságközpont közössége Pintér József tiszteletére.
A 2014-ben elhunyt keceli nagyvállalkozó elkötelezett támogatója volt a Népkonyha létrejöttének, és fontos szerepe volt annak sikeres működtetésében. Szénási Pál és lánya Anna zenélt a Karol Vojtila Barátság Központ előtt hétfőn délelőtt. A Népkonyha közössége azért gyűlt össze, hogy emléket állítson a ház egykori alapítójának, legfőbb támogatójának, Pintér Józsefnek. Az ünnepi eseményre Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester is eljött. Emlék, emlékezés, emlékezet és emléktábla. Fekete Szabolcs plébános egy kis szójátékkal kezdte gondolatait. Az emlék az, ami az ember gondolataiban és tudatában megjelenik egy múltbeli eseménnyel kapcsolatban. Amikor erre tudatosan visszatérünk, és megpróbáljuk felidézni a múltban történteket, akkor emlékezünk. Amikor valakinek a személyéhez, például Pintér József személyéhez nem csak néhány emlék kötődik, hanem sok-sok emlék, sok-sok olyan tevékenység, szolgálat, feladatvállalás, jótékonyság, társadalom szervezése, ahogyan itt elhangzott, akkor nem csak egyszerűen emlékezünk rá, hanem neki már emlékezete van. Pintér Józsefné Ilona, a keceli nagyvállalkozó özvegye elmondta, hogy annak idején, amikor Farkas P. József megkereste a férjét a Vojtila ház alapításának ötletével, ő egyből az ügy mellé állt, nagyon hitt az intézmény létjogosultságában. A Pintérművek alapító tulajdonosának emléktábláját özvegye és Farkasné pásztor Jolán, a Vojtila ház társalapítója leplezte le, majd Fekete Szabolcs plébános papi áldást mondott a táblára és az egybegyűltekre. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer röviden. Folyamatosan érkeznek a kecskeméti szeméttelepre a sárgafedelű, szelektív szemetes kukák. A jövőbe ezekbe kell majd elhelyezni a szelektív hulladékot, és egyben megszűnik a sárgazsákos rendszer. Vasárnap vette kezdetét a harmadik körösoltás a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban. Ezt a vakcinát azoknak ajánlják, akik 60 év felettiek, vagy akik krónikus és súlyos alapbetegséggel küzdenek. Késelés történt a Petőfi Sándor utcán vasárnap délután. Úgy tudni, több készúrást is ejtett az elkövető a sértetten. A rendőrség most őrizetbe vette a kecskeméti késelőt. Átadták a Neumann János Egyetem és a Bai Zoltán alkalmazott kutatási közhasznú non-profit Kft. Által közösen megvalósított dióda lézer központot. Önök a híres híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban beszámolunk a július 19 és 30 között tartott Kodály Művészeti Fesztiválról. Ezt követően vendégünk lesz Iccés Tamás, akivel az augusztus 5-től 8-ig tartó 5. Jazz Főváros Fesztiválról beszélgetünk. Végezetül pedig a Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula köre és a Kecskeméti Aomori Magyar-Japán Baráti Kör által szervezett olimpiai vetélkedés első fordulójának eredményhirdetéséről számolunk be. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a címe híres.hu. A híres híreket 20 óra 31 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, friss hírekkel holnap este 7 órakor várjuk Önöket, számítunk megtisztelő figyelmükre akkor is, viszontlátásra! Kedden nagy részt napos idő várható gomoly felhőkkel. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, hajnalban 13 fokot, napközben pedig 29 fokot mérhetünk majd. Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés is várható. A szél több felé megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20,
A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. Csütörtökön többnyire erősen felhős lesz az ég, és sokfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Helyenként felhőszakadás is kialakulhat. A szél több helyen megerősödik, a minimum hőmérséklet 19 és 21 fok, a maximum hőmérséklet 22 és 25 fok között alakul. A Katona József Emlékházban az állandó kiállítás része a Nemzeti Drámánk nevezetes színpadi előadásait és az opera változat sikereit bemutató fejezet. Ebben a részben láthatók a Bánócki Péter Úri Szabó által készített bánkbánjelmezek, amelyek 2012-ben kerültek a kiállításba. Bánócki Péter Úri Szabó, magyar kézműves remekdíjas, hazai és külföldi kiállítások résztvevője, a Bánkbán című nemzeti dráma kiemelkedő szereplőinek klasszikus, a magyaros díszviseletet idéző jelmezeit készítette el. A jelmezeket ünnepélyes műsor és ruha bemutató keretében 2012-ben vette át az Emlékház. Bánócki Péter kezemunkájaként elkészült II. Endre magyar király, Gertrudis királyné, Bánkbán és Melinda jelmeze. A jelmezek a 19. századi klasszikus Bánkbán előadások mintáit követik. Az alkotó nagyon szorgalmasan tanulmányozta a korabeli fotókat, ábrázolásokat és a régi jelmezterveket. A díszmagyar jellegű öltözetek minőségi anyagokból, kézműves munkával, hagyományos technikával és nagyon nagy igényességgel készültek. A zsinórozáshoz Tóth János pesti passzományos mester munkáit használta. A több évszázados mesterség egyik legutolsó képviselője még a 21. század elején is a régi technikai megoldásokkal, gépekkel és szakmai fogásokkal dolgozott. Legkeresettebb termékei a vitézkötések, gombolók, díszövek, díszgombok, zsinórok, horgolt rózsák és egyéb díszítő elemek. Bánócki Péter napjaink ritka kivételei a szó legnémesebb értelmében vett kézműves mesterei közé tartozott. Példaértékű, ahogyan a hagyományt, a családi örökséget és a mesterségbeli tudást őrizte és művelte úgy, hogy a modern kornak, a 21. századnak is megfeleljen. Anyagban és munkában egyaránt kerülte a silánságot, csak a legmagasabb szinten tudott dolgozni, munkásságának mottója szerint kézzel, ésszel és szívvel. Példaértékű, ahogyan a mai világban sikeresen bizonyította, hogy a szorgalmas, becsületes, kitartó munka eredményt hoz és értéket teremt. Bánócki Péter kézműves művész volt, de munkássága napjainkban fontos része a magyar történelemről, a nemzeti viseletről, a jelképekről, a hazafias szellemről, az öltözetekről, mint kulturális örökségről szóló ismeretterjesztésnek is. Ezt a célt szolgálja itt az Emlékház állandó kiállításában is. Tiszteletre méltó, hogy csábító ajánlatok ellenére nem ment el külföldre dolgozni, hanem itthon művelte rendkívül nagy szakmai alázattal és elhivatottsággal, és szinte művészi színvonalra emelte a mesterségét. Ezzel az örökség megőrzése, a hagyományápolása mellett a mai magyar nemzeti kultúrát is gyarapította, gazdagította. Ezek a kézműves ruhadarabok ma már nem csak mint az Emlékház kiállításának részei, hanem mint Bánócki Péter hagyatéka is figyelmet érdemelnek. Az alkotó egy évvel ezelőtt, 40-es éveiben járva egy tragikus baleset áldozata lett. Már soha nem tudja megvalósítani azt a felajánlását, amit tett a Katona József Emlékháznak. Szeretett volna elkészíteni egy olyan díszmagyar jellegű öltözetet, amilyet Katona József viselt. Jó estét kívánok, ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban beszámolunk a július 19 és 30 között tartott Kodály Művészeti Fesztiválról.
Ezt követően vendégünk lesz Iczés Tamás, akivel az augusztus 5-től 8-ig tartó 5. Jazz Főváros Fesztiválról beszélgetünk. Végezetül pedig a Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula köre és a Kecskemét Aomori Magyar-Japán Baráti Kör által szervezett olimpiai vetélkedés első fordulójának eredményhirdetéséről számolunk be. Már is kezdünk. Véget ért az idei Kodály Művészeti Fesztivál, amely július 19 és 30 között várta a kultúra kedvelő közönséget neves fellépőkkel és változatos, igényes zenével. A programkínálatból szemezgettünk, hogy megidézzük a nagymúltú kecskeméti rendezvény hangulatát. Igazi fesztivál hangulat költözött Kecskemétre július 19-e és 30-a között. Az már megszokott, hogy neves zenészek, énekesek látogatnak városunkba a Kodály Zoltán Művészeti Fesztivál fellépőiként, és fantasztikus műsorokkal kápráztatják el a zenekedvelő közönséget. A rendezvény azonban számos szempontból megújult. A legfőbb célja ennek a fesztiválnak az, hogy Kodály szellemiségét és a Kodály hagyományait őrizzük és tovább vigyük. A másik nagyon fontos célja pedig az, hogy minél közelebb hozzuk a közönséghez a zenét. És ezért született meg egy fesztiválnak egy teljesen új arculata, ez az atmoszféra koncertek, ami azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy először van a Kodály Fesztivál alatt egy ilyen lehetőség, nagyon-nagyon sikeresnek tűnik, és nagyon bízunk benne, hogy az elkövetkezendő években egyre több embert fog vonzani. Tulajdonképpen van egy Kodály pont, így neveztük el, ahova várunk mindenkit szeretettel, aki szeretné megmutatni a tehetségét. Akár zenélni szeretne, akár énekelni, akár csak egy verset elmondani, vagy táncolni. Tehát bármilyen művészethez kapcsolódó dologgal fel lehet itt lépni minden nap este egy óra hosszás intervallumban. Kodály Zoltán és Gustav Mahler művei csendültek fel az evangélikus templomban július 22-én este. Világhírű baszbariton operaénekes Brecz Gábor és Gráf Zsuzsanna neves karnagy, zongoratanár lebilincselő műsorát élvezhette a közönség. Általában egy magamfajta operaénekes nagyon ritkán kap olyan lehetőséget, hogy ilyen csodálatos műveket előadjon, és egy ilyen tulajdonképpen kirándulást tegyen egy más műfaj, a daléneklés műfajába. Nekem Kecskemét nagyon-nagyon fontos, nem csak Kodály miatt, hanem azért is, mert félig kecskeméti vagyok. Édesanyám ugyanis itt született, és amikor megnyitott a kapuit a Kodály által alapított iskola, ő pont első évesként kezdte az általános iskolát, és még láthatta is Kodályt élőben, úgyhogy ezért különleges fontos számomra Kecskemét. A fesztiválnak szabadtéri helyszínei is voltak. A Romkertben különleges műsort adott a Sárik Péter trió július 27-én a tavaly 250 éves Beethoven tiszteletére. A klasszikus mester által komponált közismert dallamokat jazzben dolgozták át. A trió a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar kamarazenekarával együtt játszott. A repertoáron zongoraszonáták voltak, amelyek vonós hangszerekkel megszólaltatva kivételes zenei élményt adtak. Sárik Péter jazz zongora művész zeneszerzőt arról kérdeztük, mekkora kihívást jelentett a klasszikus mester műveinek átértelmezése. Nagy kihívás, mert félünk tőlük, mert a zenesuliban mindig ki van téve a szobruk, és általában mindig nagyon komolyan néznek, és nagy emberek, de közben az a helyzet, hogy ha meg belegondolok, akkor ugyanolyan muzsikusok voltak, csak zsenik, mint mi, és ők is improvizáltak, most már a klasszikus zenészek nem szoktak, úgyhogy végül is nem is állnak annyira távol tőlünk, vagy attól a felfogástól, amit mi csinálunk. Azt gondolom, hogy ha a megilletődöttséget le tudjuk vetközni, akkor utána csak fürödni kell abba a csodát a zenébe, amiket ők írtak. Már bevett szokás, hogy a Sárik Péter trió a közönséget is bevonja a műsoraiba. Ezúttal az Örömódát énekelhette el a hallgatóság közösen a zenészekkel, természetesen jazzesítve.
július 28-án szerdán koncertturnéja negyedik állomásaként Kecskemétre érkezett a Nemzeti Ifjúsági Kórus. A piarista templomban Erdei Péter és Nemes László Norbert karnagyok irányításával 20. századi és kortárs magyar zeneszerzők műveit szólaltatta meg a különleges együttes. Ezek a fiatalok az élet nagyon sokféle területéről jönnek. Vannak köztük muzsikusnak készülő fiatalok, egyetemisták, konzervatóriumban tanulók, de vannak fiatal szakemberek, akik már esetleg egy-két év óta dolgoznak, és az élet különböző területein. Ami közös bennük, az az éneklés iránti rajongás, és az odaadás, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy viszonylag rövid idő alatt egy nagyon komoly műsort megtanuljanak. Gyakorlatilag ők bár megkapták az anyagot előre, és kértük őket, hogy készüljenek fel, de az igazi munka az a Kecskemétre érkezés után kezdődött, kevesebb, mint két héttel ezelőtt, és azt kell, hogy mondjam, hogy az első megszólalás az több szempontból is fontos volt, és élményt adó, hiszen hosszú hónapok óta nagyon sokan nem énekeltek, mi nem álltunk kórus előtt, és azt hallottuk az első akkordok megszólalásakor, hogy ezek a fiatalok igenis képesek lesznek arra, hogy az általunk elvárt zenei minőséget és zenei élményt, a közönség felé irányuló zenei élményt azt létre tudják hozni majd. Hogy mi az üzenete a mai világban egy ilyen kórusnak, arról Erdei Péter karnagy osztotta meg gondolatait. A legfontosabb üzenet talán a hagyománytisztelet és az állandóság. A mai világ tele van bizonytalansággal, tele van olyan eseményekkel és olyan történésekkel, amelyek az ember életét nagyon komolyan befolyásolják, mint egy hatalmas nagy szélfuvallat, vagy egy viharos időjárás változás, ha mondhatom ezt a hasonlatot, de ebben az emberi életnek kell, hogy legyenek olyan kapaszkodói, kell, hogy legyenek olyan talpkövei, olyan stabil pontjai, ahová az ember egyrészt mindig erőgyűjtés szempontjából vissza tud vonulni, másrészt pedig demonstrálni tudja azt, hogy a hagyományban olyan erő van, ami egyedül képes a jövő felé igazi utat mutatni. A fesztivál egyes programjairól bővebb összeállítást láthatnak a legközelebbi Múzsa magazinban. Négy napon át, öt színpadon, 10 ország 150 zenésze lép fel Kecskeméten az 5. Jazz Főváros Fesztiválon. Az augusztus 5-től 8-ig tartó programsorozaton a klasszikus jazz minden műfaja képviselteti magát a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban. Az eseménnyel kapcsolatban vendégünk most a stúdióban Iczés Tamás fesztiváligazgató. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban! A tavalyi évben a pandémia keresztül húzta a számításait sokaknak, ugye nekünk is, a Jazz Főváros kimaradt, idén lesz az 5. Mennyiben változott a szervezés úgy, hogy egy évet ki kellett hagyni? Jó estét kívánok! Hát tulajdonképpen mi tavaly is nagyon szerettünk volna arra készülni, hogy hát ha lesz lehetőség, mint utóbb kiderült, meg is lehetett volna szervezni. De nyilván úgy szervezni azért nagyon nehéz, hogy az ember nem tudja, hogy lesz-e eredménye az egész sok-sok hónapos munkának. Hát ez tulajdonképpen idén is egy kicsit Damoklész kardjaként ott lebegett felettünk, de hát azért optimistán belevágtunk. Február végén tudtuk meg, hogy zöld lámpát kap a lehetőségek nyilván későbbi fényében feltételesen a rendezvény. Hát jól állunk, most már 3 napunk van hátra, úgyhogy az alatt már csak nem történik semmi olyan, ami miatt ne lehetne megtartani, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel a hétvégén, a hosszú hétvégén. Ez ugye most az 5. fesztivál, és tulajdonképpen nem nagyon akarunk változtatni, és nem is változtattunk, mert az alapkoncepció 2016-ban az első fesztiválon nagyon jól megállta a helyét, és bejött.
Az volt ugye a cél, hogy egy olyan családi fesztivált szervezzünk, illetve helyezzünk a Szabadidő Központba, ami nem csak is ez fesztivál, hanem egy olyan buli, ha szabad így mondanom, egy olyan esemény, ahol mindenki jól érzi magát korra nemre való tekintet nélkül, ahol a zene mellett lehet sportolni, nem csak azért, mert ott van a strand, hanem azért, mert mi is viszünk oda egyéb sportjátékokat, és mindenféle egyéb kísérő programokat lehet szervezni. Ez nagyon bejött, akik kimentek, azok nagyon szerették, nagyon sok gyerekes jött ki, és éppen ezért 14 éven aluliaknak felnőtt kísérettel ingyenes a belépés, már rögtön az első fesztivál óta természetesen idén is. Tehát akkor sok a visszatérő vendég, a fellépők is visszatérő fellépők, ők könnyen igent mondtak? Hát a fellépők között vannak visszatérők, de azért arra mindig vigyázunk, hogy egyrészt annyi sok zenész van, különösen ugye külföldről nagy a merítés ilyen szempontból, hogy még akkor is, hogyha nagyon nagy sikere van valakinek, akkor ne hívjuk vissza rögtön, hogy legyen azért változatosság. Elég sok olyan fesztivált láttam, ahol tulajdonképpen ebbe egy kicsit beleszürkültek, belebuktak, hogy mindig ugyanazok az arcok voltak, és hát nyilván az egy idő után unalmas. Főleg a magyarok között azért vannak visszatérők, de általában nem zenekarként, vagy nem rögtön az elmúlt évek után, hanem zenészek, mert hát mi kis ország vagyunk. Idén viszont azért próbáltunk olyan neveket is ide csábítani, akik nem feltétlenül a jazz vonaláról, de ismertek. Itt elsősorban Tóth Verát kell megemlíteni, aki a pénteki napon lesz a nagy színpadi. Akkor térjünk is át a programokra, javaslom. Ugye van egy kis fizetecske, ami a programfizet. Ez a város különböző pontjain még elérhető, meg ha jól tudom, akkor a fesztivál helyszínén is. Illetve a jazzfőváros.hu honlapon mindenki minden programot pontosan megtalál. És akkor beszéljünk a programokról. Augusztus 5-én kezdődik csütörtökön. Az is hagyomány, hogy egy ingyenes swing tánc partival nyitunk. Egy olyan ingyenes nappal, ahol olyan zenék vannak, amikre lehet táncolni, és ezt megelőzően este 6 órakor van egy órás swing tánc tanítás. És akkor 7-től kezdődik a zene, akkor 10-ig van, összesen 11-ig, de a végén már gépzene van, mert ugye mégiscsak hétköznapról van szó. Hát ez egy olyan ingyenes belekóstoltatás, aki akar mégiscsak egy kicsit fesztiválozni, vagy meg akarja nézni, nem volt még, meg akarja nézni, hogy itt mi folyik, akkor őket aztán külön várjuk szeretettel. Hát most egy kicsit haza kell beszélnem, mert az egész programot este, a zenei részét este 7-kor az én 6 éves Márton fiam fogja nyitni, aki kiválóan dobol. Bár nem tud róla, csak ebbe úgy belenőtt, beleszületett, és hát én fogok neki zongorázni mellé, illetve hát a jazztábor zenészeit bevonjuk, mert most első ízben rendezünk jazztábort a fesztiválhoz kapcsolódóan. Erre majd még visszatérünk egyszer. Igen, és a jazztábor tanárai is színpadra lépnek, illetve az Árpi Show nevű kiváló swingbanda Budapestről. Ez a csütörtöki nap. Pénteken délután 4-kor kezdünk, de tulajdonképpen a tábor zárásaként Eddie Metz amerikai jazzdobos kurzusa ehhez kapcsolódik a fesztiválhoz. Itt hagyj kérdezzek közben, amerikai jazzdobos, neki nehéz volt ide jutni? Hát még nem jutott ide, de nem lesz nehéz. De ez ügyben rengeteg adminisztratív teendőnk volt, a végén még a repülőtéri határszolgálati rendőrparancsnok is felhívott, és elmondta, hogy mi kell, és megnyugtatott. Jó, tehát ide jut. Van. Ide jut. Oké, akkor folytassuk a programokkal. Szóval Eddie Metz tart egy kurzust elsősorban dobosoknak, jazz iránt érdeklődőknek 2 órakor, de maga a zenei program hivatalosan az 4 órakor kezdődik, és tart egészen hajnali 2-ig, ugye itt a jam session, a hagyományos örömzene a vége, és hát közben már a nagy színpad, a Cargo Port színpad és a nagy sátor is megnyílik, illetve a kis sátor, és este pedig a strandnál, egy úgynevezett Don Beach Jazz Lounge néven működő helyszínen duók, triók, kvártettek finom muzsikálást csapnak este 7:30 és éjfél között, tehát aki egy kicsit el akar vonulni a tömegtől, kicsit nyugodtan akar kikapcsolódni, enni, inni, az oda is tud menni, tehát így jön össze az 5 színpad, ezek már mind működnek pénteken, tehát a, mondjuk úgy, az első napon, mert a csütörtöket mi 0. napnak szoktuk nevezni. Augusztus 7-e szombat, ugye ez a szombat mindig a főnap, ami... Itt csak a legfontosabbakat emeljük ki. Nem fogom végigmondani a fellépőket. Annyit azért hadd mondjak a fellépőkről, ha már Eddie Metzet említettük, hogy ugye 10 ország ugyanezt van, amerikai, urugvái, kanadai, osztrák, horvát, olasz, japán, kit hagytam ki, német és holland vendégünk, plusz hát nyilván a magyarok, és a külföldieknek a
az összes létező verziója már bemutatkozik szombaton is. Nem is zenével, vagy nem csak zenével, hanem futással indulunk. Ez is egy hagyományos dolog, hogy van egy jazzfőváros futás a szombati napom. Most 10 órakor indul, és nem a Domtól, hanem a jazzfőváros helyszínétől, tehát a Tóhotel felüli bejáratnál lehet nevezni, 3:45-10-ig. De hát aki most ezt a műsort látja, és szeretne jönni futni, és azt mondja, hogy föl a nyúlcipőt, akkor azért ne 3:45-kor érkezzen meg, mert akkor már lehet, hogy nem tudjuk őt regisztrálni. A futáshoz is, mint az egész fesztivál látogatásához 18 éven alul védettségigazolvány kell. Ez fontos, de hát jogszabályi kötelezettség. A 18 éven aluliak védettségigazolvány hiányában is beléphetnek, de a jogszabály úgy rendelkezik, hogy egy védett felnőttnek kell őket kísérni. Ez kicsit bonyolult, de ha már a belépés szabályairól van szó, akkor ezt el kell mondanom. És hát szombaton aztán folyamatosan megy nem csak a zene, hanem akkor kitelepül a Decathlon Sportpark, és oda mindenféle játékokat hoznak. Ennek 2 éve borzasztó nagy sikere volt, egész családok töltötték ott el a, hogy mondjam, a zene árnyékában, vagy zenét hallgatva közben ugrabugrálással, rollerezéssel, tollasozással, pingpongozással, trambulinozással az egész napot. Ez igazi családi programnak kikérkezik. Ez abszolút. Pénteken egyébként meg veterán autós bemutató van, tehát akkor is van kísérőprogram, és fesztivál karszalaggal, mert ugye belépő az egy karszalag, avval a strandot is lehet látogatni ingyenesen, úgyhogy ez egy fontos dolog, de bejönni a strand felől is lehet, ott is lesz nekünk egy pénztárunk. Szombaton is 2-ig bulizunk, 11-ig tartanak egyébként a nagyszínpadi programok, és ami még fontos lehet, hogy aki szintén csak belekóstolni akar, és ne adj Isten, nem ér rá napközben, 9 után fél áron lehet pénteken is, és szombaton is este 9 után jegyet váltani, úgyhogy még akkor is a fő programok egy részéről nem fog lemaradni. Vasárnap szintén korán kezdünk viszonylag, akkor 9:30-tól szól a zene, és nem leszünk nagyon sokáig ott viszont, délután 4-ig, akkor is van sportpark egyrészt, és akkor mondjuk, hogy az aznapi főprodukció az Falusi Marian lesz, aki 3-tól 4-ig zárja majd a programot. Így áll össze a 4 nap, és a természetesen bérletek is kaphatók, meg napi jegyek is, ki mit szeretne. Remélem, hogy sikerült kedvet csinálnunk a programhoz, és minél többen kilátogatnak. Még egy gondolat erejéig, említettük a jazz tábort. Mi a jazz tábor? Hát ez is régi vágyunk, hogy ne csak szóban közönség neveljünk a színpadról, hanem ténylegesen tudjunk a fiatalokkal, hangszeresekkel, énekesekkel ilyen módon kontaktust teremteni. 50-en jelentkeztek a most első ízben megrendezett jazz táborba, aminek a tanárai a fellépők közül kerülnek ki, a fesztiválon is fellépők közül, és hát kiváló magyar jazzzenészek. Ez kifejezetten klasszikus jazz tábor. Olyanok is jönnek, akik komoly zenészek, és semmiféle tapasztalatuk nincs a jazzben, sem improvizációban, sem zenekari játékban. Őket nyilván arra felé tereljük, olyanok is jönnek, akik már valamennyire belekóstoltak, őket igyekszünk a profi irányba terelni. Én azt hiszem, hogy ez nagyon jó móka lesz. Nekem szervezőként mondjuk pupa hátam közepére, de én találtam ki, hogy, vagy én vállaltam, hogy legyen ez az egész, mert amellett, hogy nekem nyilván a fesztivált kéne akkor is szervezni, még a hátralévő néhány napban, ott én reggeltől estig jazz hegedűt fogok tanítani. Tehát jazzfőváros.hu a honlap, ahol lehet bővebben minden információt elérni, és augusztus 5-től 8-áig Benkó Zoltán Szabadidőközpont. Így van, várunk mindenkit. Köszönöm a beszélgetést. Eredményhirdetés, díjátadást és faültetést szerveztek az olimpia tiszteletére a Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula körének tagjai. A szervezet által elindított vetélkedőnek, bár még csak az első fordulója zárult le, már most látszik, hogy a fiatalokat igenis érdekli a sporttörténelem. Véget ért a Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula köre és a Kecskeméti Aomori Magyar-Japán Baráti Kör által szervezett olimpiai vetélkedés első felvonása. Az eseményen dr. Budolszky László, a Kecskeméti Olimpiai Baráti Kör elnöke mondott köszöntő beszédet. Elmondta, azért hozták létre ezt a baráti kört, hogy méltóképpen megemlékezzenek azokról a sportolókról, akik érmeket szereztek valamelyik olimpián, és Kecskemét hírnevét erősítették a világban.
Az eredményhirdetést a Mercedes-Benz Kosárlabda Akadémia épületében tartották. Az a célunk, hogy Kecskemét fiatalsága sportszerető közönsége előtt számot adjunk a tevékenykedésünkről, az olimpiai eszméről, a mozgalomról. Városunk történetében talán kevésbé feltárt, és azáltal kevésbé ismert a sport története, holott a sport az egész kultúra részét képezi, mondta dr. Bodóczky László. A letélkedő két részre tagozódott, volt egy elméleti vetélkedő, ezt online térben oldottuk még meg, és szeptemberben lesz majd egy sport része. Most az online elméleti vetélkedőnek az eredményhirdetésére kerül sor. Ez 4 fordulóból állt, 4 fordulóban kellett a diákoknak 13+1 kérdésre válaszolniuk, amit értékeltünk, és ez alapján hirdetünk egy győztest. Tudunk mondani példákat a kérdésekre, hogy milyenek voltak, csak ami így hirtelen eszembe. Hát ugye 4 nagy témakörben fogalmazódott meg a kérdések, például Kecskemét és az olimpia kapcsolata, tehát milyen olyan embereket ismer, akik Kecskeméten születtek, vagy éltek, és olimpikonok lettek, ezeknek az emlékeit kellett összegyűjteni. Aztán volt a Magyarország és az olimpia kapcsolata, hány olimpiai bajnok volt, és a többi ehhez hasonló kérdések. Aztán magáról Tokióról. Mikor volt Tokióban olimpia, ezekkel a helyszínekkel kapcsolatban, a tokiói eredményekkel kapcsolatosan volt kérdés, és egy általános olimpiai blokk az olimpia történetével kapcsolatosan. A legelső olimpiától a legutolsó olimpiáig. A versenyen induló fiataloknak a megmérettetés egy izgalmas feladat volt. Nyilas Beáta tanárnő említette ezt az egész versenyt. Én testnevelési érettségére készültem éppen, amikor felvetette ezt a lehetőséget, és nagyon-nagyon szeretem az olimpiával kapcsolatos kérdéseket, cikkeket, nagyon sokat szoktam olvasni, videókat nézni, és jó volt vele, hogy szeretném megmutatni a tudásomat, hogy mit is tanultam eddig, és úgy látszik, hogy sikeres volt. Voltak azért olyan kérdések, amik úgy megfogtak, vagy nehezek voltak? Abszolút, főleg ezek a kirakós képes dolgok. Nagy nehezen volt, amikor egy vívó úriembert kellett rájönnünk, hogy ki volt az. Hát nem, megmondom őszintén, nem volt egyszerű, a karcsapatnak az összes tagját végignéztem, és végül megtaláltam, hogy ki volt az. Úgyhogy igen, voltak nehezebb kérdések. 2018年7月, Kecskemétosからのご招待を受け, 本市の小中学生, 皆さんと一緒にケチケメント市を訪問させていただきました。 Mivel az eredményhirdetés napján nyitották meg Tokióban a 32. nyári olimpiai játékokat, Onodera Akihiko Aomori polgármestere videóban üzent a vetélkedésben résztvevőknek. Ezt követően Kecskemét képviseletében Falu György a polgármester beszédében kiemelte, mi, akik nézői vagyunk az olimpiai eseményeknek, csak a jéghegy csúcsát látjuk. Azt a munkát, amit a sportolók ennek a rövid időszaknak a sikeres teljesítése érdekében elvégeznek, azt legfeljebb azok a családtagok, barátok láthatják, ismerhetik, akik közvetlen kapcsolatban állnak velük. Minden tisztelet és elismerés ezeké a fiataloké eredménytől függetlenül, hiszen önmagában már az a tény is egy óriási dolog, hogyha valaki részt vehet egy ilyen játékon. Király József, a Kecskemét Aomori baráti kör alapító tagja a japán szellemiségről, a baráti kör megalapításáról és céljairól beszélt. A japán lélek nagyon közel áll az olimpiai eszméhez, hiszen a tisztességes versengés számukra nagyon fontos. Harcművészként én ezt több mint 35 éve megtapasztaltam. A tiszteletadás, az egymás iránti tisztelet, a nagyobb tudás elfogadása és a sportszerű viselkedés rendkívül jellemző Japánra. Ezt a szellemiséget és a japán kultúrát próbálja közvetíteni a Kecskemét Aomori baráti kör, hangsúlyozta Király József. Ezt követően Tokió emlékezete, az olimpiák Tokióban címmel Grosán Pál tartott előadást, majd Gyurko Sándor köri tag, az olimpiai totó összeállítója mesélte el a verseny célját és tematikáját. A vetélkedővel egy időben rajzversenyt is hirdettek, melynek díjait Kolesszár Márta, a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtár munkatársa adta át. Az esemény sok fénypontot tartogatott, ennek megkoronázása a faültetés volt az akadémia parkolójában található olimpiai ligetben, ahol 5 korábbi olimpikon Szemereiné Tőrös Olga, Bóbis Gyula, Földi Imre, Messzi István, Polyák Imre, valamint az olimpiai eszme tiszteletére fákat ültettek és táblákat helyeztek el. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben, következzen az Esti Gyors. Folyamatosan érkeznek a kecskeméti szeméttelepre a sárga fedelű, szelektív szemetes kukák. A jövőben ezekbe kell majd elhelyezni a szelektív hulladékot, és egyben megszűnik a sárga zsákos rendszer.
Vasárnap vette kezdetét a harmadik körösoltás a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban. Ezt a vakcinát azoknak ajánlják, akik 60 év felettiek, vagy akik krónikus és súlyos alapbetegséggel küzdenek. Késelés történt a Petőfi Sándor utcán vasárnap délután. Úgy tudni, több készúrást is ejtett az elkövető a sértetten. A rendőrség most őrizetbe vette a kecskeméti késelőt. Átadták a Neumann János Egyetem és a Bai Zoltán alkalmazott kutatási közhasznú non-profit Kft. Által közösen megvalósított dióda lézerközpontot. Méltóképpen elbúcsúztathatták a 2020-2021-es tanévet a diákok. Idén egy egész napos városi diákvetélkedő, ponthatárváró buli várta a fiatalokat a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban július 22-én. Kedves nézőink, hírórával holnap is várjuk Önöket este 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, én köszönöm a esti megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!